24 évvel ezelőtt a firenzei Palazzo Pitti hatalmas gyűjteménye ébresztette rá először a művészeti túltermelés beláthatatlan anyagi és szellemi következményeire. Kétségeiben intellektuális megerősítést nyert Stanislav Lem Summa Technologiae című írásában, amely egyenesen, idézem, intellektuális szemétnek nevezi a műalkotások többségét, amelyet szerinte csak az különböztet meg a valódi hulladéktól, hogy nem recikláljuk és nem semmisítjük meg, hanem óriási, arisztokratikus raktárakban, múzeumokban halmozzuk fel, annak esélye nélkül, hogy többségük bármikor a közönség elé kerülhetne. A feleslegesség és devalválódás érzetét növelte az internet megismerése, az ott felbukkanós, olyan gyorsan el is süppedő művek tömege. Mindezen tapasztalatok konzekvenciájaként az utóbbi 6 évben Elekes Károly felfüggesztette önálló művészeti tevékenységét, és kizárólag talált képek át- és újraértelmezésével, feljavításával, ahogy ő nevezi, tuningolásával foglalkozik. Ilyen módon alkothat úgy, hogy közben nem szaporítja az amúgy is bőségben lévő műtárgyak számát, és mégis hozzászólhat a művészeti és a művészet körüli diskurzushoz. A felületes szemlélő a korábbi alkotásokkal való párbeszédet könnyen az appropriation art kategória alá sorolja. Itt azonban másról és többről van szó. Elekes ugyanis nem magas művészeti alkotásokat csemegész ki, könnyed és élvezetes intellektuális párbeszédet folytatva velük. Amatőrök, dilettánsok, naív és vasárnapi festők, gicsőrök, rettenetes állapotban lévő alkotásait javítja fel testileg, lelkileg, fáradtságos festői és restaurátori munkával. Mindez szociális érzékenységről és szolidaritásról állapodik, és alkotói eljárásában játékosan a feje tetejére állítja a hagyományos fogyasztói modellt, és művészként nem elad, hanem vásárol. Itt most lábjegyzet megjegyzem, hogy most a helyzet megfordult, de ezt nem fejtem ki, ezért önök gondolkodjanak el, meg még majd én is elgondolkodom, hogy most mi van, mert újra a feje tetejére álltunk. Méghozzá a legalpárébb helyeken vásárol, a Petőfi csarnok és a Keleti pályaudvar mögött található piacokon, nagyrészt szegényektől, hontalanoktól. Nem mintha a szociális védőhálót szeretné egy szemében fordolni. Kapcsolatuk azonban mégsem csupán gazdasági, hiszen az adásvétel ismétlődő ritusában folyamatos személyes viszonyba is kerülnek. Vásárolták persze műveiket a nagy kisajátítók idézőjelben, Jeff Koons és Haim Steinbach is, csak ők elegáns boltokban árult márkás cuccokat, és nem a társadalom perifériájára szorultak támogatásának, hanem saját áraik felverésének szándékával, mellesleg a multinacionális cégeket reklámozva. Jeff Koons kicseket appropriáló művei a művészeti élet snob kiválasztottjaival összekapcsolva érzelődnek az átlag ember, ha van ilyen, alpári ízlésének rekvizitumai. Elekes eljárása ezzel szemben mélyen empatikus, már-már alázattal kezeli a művészeti párbeszéd alapjáról választott, ahogy ő mondja, idézem, gyenge minőségű, de nem teljes mértékben jellegtelen idézett vége alkotásokat. Érzékeny megtisztítás és restaurálás után a megfigyelés és értelmezés hosszadalmas folyamata következik, és csak az intellektuális feldolgozás után, megint idézett tőle, az általuk ajánlott, bennük felfedezett lehetőségek, idézett vége, feltárását követően saját tartalmait is belevetítve festi közegükbe azokat a motivumokat, amely jelentésüket és jelentéktelenségüket kibillentve változtatja át őket élvezetes műalkotásokká. Elekes személyekként kezeli, alanyoknak nevezi mások által lenézett tárgyait, és alkotójukként vagy az eredeti szignóban olvasható nevet adja meg, vagy ha nincs szignó, kitalál a mű karakteréből következő szerzőt, erdős vagy vízi hasonló. Önmagát restauráló hivatalnokként vagy múzeumőrként csak egy irodai pecséttel jelöli, napra pontos dátummal, a szignóval ellentétben a kép bal vagy jobb felső sarkában. Ez a múzeumi külsőhöz hozzátartozik az egyen doboz is, ami szándékosan nem túlzottan elegáns. További szabály, hogy nem választ nagyon rossz művet, mert az nem inspirálja, de túl jót sem, mert abban nem szabad belenyúlni. A legtöbb kiindulási pontként alkalmazott alkotás tájkép, melyben leggyakrabban egy-egy talányos, a jelentést átformáló emblematikus, szimbolikus tárgyat jelet helyez, és ez az gicses képet intellektualizálja, konceptualizálja. Az abszurd hatás keltő illúzióval való játék a tromblai festészetre nyúlik vissza, míg a tárgy felnagyítása, természettel és festménnyel való ütköztetése Marcel Duchamp, a dadaizmust, a szürrealizmust és Oldenburgot idézi.
Elekes beavatkozásai azonban jóval szerényebbek, minimalisztikusak, újabb képei motivumai megkülönböztethetetlenül belesimolnak az eredetibe, rafináltabban alakítva át a kiindulási ponttól szolgáló alkotás jelentőségét. Leggyakoribb eljárásai az ismétlés és a szimmetria, a művön már ott lévő tárgy élőlény megkettőzése vagy megsokszorozása, amely különös irracionális jelentést ad a festménynek. Elekes kiválóan ismerte fel, hogy a kicsek a naív és dilettáns munkák nem csak a művészet történet legkülönbözőbb korszakaiból származó topozokat őrizték meg számunkra. Még ha részben devalválódott, deformálódott és töredékes módon, veszélyeik mélyén az emberi kollektív tudatalamból származó archetipusokat hordoznak. Saját tudatalattiára hallgatva ezekből a lenézett alkotásokból tárja fel azokat a szimbolikus képzeteket, amelyek mára jó részt elvesztek a konzult társadalomban élő ember számára. Nem véletlen, hogy ő gyakran jelennek meg a képeken a víz, hát ott például meg nagyon sok más helyen, de az évszakok, a kert vagy az otthon ábrázolása is. Elekes olyan szimbolikus motivumokat társít hozzájuk, mint az út, a létra, a lépcső, a mérce, a hajó, a híd, a koponya, a yin-yang jel, a kereszt és mások. Az együttműködés 6 éve alatt kialakult Elekes saját, rendkívül aprólékos, precíz, műgonddal festett, és a felhasznált kisméretű képekhez jól értel alkalmazkodó flexibilis stílusa is, amely a középkori miniatúrákéhoz és a korai németalföldi táblakép festészethez áll legközelebb. Elekes reciklációs festészetének van társadalom és kultúrkritikai éle, hiszen nem véletlenül kiindulási pontjával nem művészek, hanem outsiderek alkotásait választja. Nyilván komoly kompromisszumokat is kell kötni a gyengébb minőségű alkotásokkal való párbeszédben. A végeredmény mégis őt igazolja, hiszen reciklált festményei autonóm, mély jelentés tartalmakkal és meglepő esztétikai értékekkel bír. Thank you.